Üdvözlünk mindenkit a Volánnál, Spyro Guy és Itlózius fogunk játszani egy kis 06-ot, lehetőleg Battle módban, mert a tagben inkább szarakodunk, mint játszanánk. Szóval Battle mód, és mivel most egy kis szabadidőnk adódott arra, hogy ismételten együtt játszhassunk, amire nem sokszor van példa évközben, egy kis 06-ot szépen beteszünk. Így, yes, így is találva van, ami azt jelenti, hogy gyorsabban, sokkal gyorsabban fog töltődni a játék, amit majd látni is fogtuk, ugyanis vágatlan lesz ez az egész videó. Aztán majd, ha a kamera istenei is megkönnyörülnek rajtunk, és nem fog fél úton megállni a kamera a felvétel közben, akkor talán még szarakodni sem kell majd az anyaggal. Memory unit. Beindítottad az irányítódat, my friend? Persze, ő van indítva, de úgy tűnik, hogy megint az elemmel lesznek problémák. Igen! Akkor biztos lesz legalább 300 vágó kép, miközben szarakodik Itlózius régi típusú irányítója, én Sonic leszek. Nem régi típusú irányítója. Devotion. Az elem van benne kicsit. De az irányítód régi típusú, viszont... Viszont rájöttünk, hogy nem az irányító szar, hanem az elem a... Oké, ki is kapcsolt az ez irányító, az, igen. Ez az, jó. Akkor már le is állítjuk, itt egy vágókép lesz. Be right back! Egy perc és itt vagyok! És ismételten itt vagyunk. Milyen tisztelt Itlózius, neked nem mondták otthon, hogy dobjad ki a francba azt az elemet? Ez egy tölthető akkumulátor. De akkor is, hogyha ez egy napos töltés után nem képes feltölteni magát, és csak 30-as darab másodpercig képes funkcionálni, ahogy egymás ellen játszunk, mint azt az előbb mondtam, megérdemel egy kidobást, minimum. Most őszintén bevallom neked, hogy ezek az akkumulátorok utoljára fél éve voltak feltöltve. És ez azt jelenti, hogy akkor egy nap alatt nem képes feltölteni, hanem mit tudom én, 200 évig kell rajta hagyni az töltőn. Addig Crisis City pont létre fog jönni, szerintem halkítsunk egy kicsit rohadtul. Ezt nem fogjuk vágóképre tenni, hanem ide bemászok szépen, és hogyha jó gombot nyomok meg a tévén, akkor nem fogja elkapcsolni magát. Yes! Szóval... Figyelj ember, szerintem sokkal egyszerűbb 3 havonta venni 4 darab elemet, mint ezekkel szarakodni. Van elemtöltő, és... Hát több. Lehet, hogy ritkán töltöm az elemet, mert mindig megfelelkezek róla, mert nem szoktam én fixozni olyan sokat. Hát nem mintha én nagyon sokat játszanék. Na szóval, nem fogjátok elhinni, srácok, meg leányszók, hogy mi történt velem a közelmúltban, ugyanis vettem egy második Wiimote-ot a Wiimhez, hogy tudjunk játszani multiban, majd idővel a nyár folyamán előre láthatólag lesz majd a francba, itt nem tudok tovább menni, mindegy. Előre láthatólag a nyár folyamán lesz majd Secret Rings és Mario és Sonic a londoni olimpiános multis gameplay footage is. Szóval, hogy visszatérjek a mondani valomra, jártam a Platinum Shopban megvenni a plusz Wiimote-ot, a Wiihez az 1-2, és mit találtam? Na mit gondoltok, mit találtam? Egy Wii U-t, amin ki lehetett próbálni a Sonic Lost World demóját, és... teljes mértékben kijelenthetem, mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül, hogy egy kalap szar volt, sőt, még szarabb volt, mint amire számítottam, ugyanis szinte teljes mértékben automatizálva van a játék irányítása, magától homingetekkel, és a kedvenc részem az, ezt szerintem nem érem el ugrással, de megpróbálom. Nincs benne rangrendszer. Yes, az az egyik dolog. Köszönöm, hogy továbbvitted a checkpointot a kedvemért. Az egy dolog, hogy nincs benne rangrendszer, viszont pontokat ad a játék, ami teljesen értelmetlen, hanem minden kihívás, esetlegesen kihívást jelentő mozdulatot a játék lebutítás teljes mértékben automatizál. Veszem itt például a homingeteknek a rendszerét. A Sonic Lost World azt csinálja, hogy a homingeteket teljes mértékben leautomatizálja, hogyha esetleg nem vagy irányban, és mögötted van az ellenfél, akkor is automatikusan a homingetek célba veszi, és még csak meg sem kell fordulnod ahhoz, hogy a hátad mögött lévő ellenséget kinyírjad, hanem ugrasz egyet, célba veszi, és megfordul úgy Sonic a homingetek támadással, minthogyha csak az ötödik elemből Zorgnak a fegyverét, fegyver prototípusát vették volna elő. Titán után töltő 3000 tár, lövésenként 300 golyó. Az ismétlő gomba szintén Zorg találmány, halálbiztos. Egy lövés... Az ismétlő az összes többi golyót ugyanoda küldi. Ami akkor is a kiszemelt célra lőtt, amikor Zorg háttalált a célpontnak, mert az
az ismétlő emlékezett a célpontra. Hihetetlen. Tehát rettenetesen le van buzítva a játékmenet, és ezen az sem segít, hogy helyen közel van benne egy kis parkour. És miközben pofázok, nem figyelek arra, hogy itt a versenyezni kéne, versenyen a lényeg, és itt Itózius majdnem megnyeri a versenyt, de azért majd... Pont nem! Hol tartottam? Ja igen, rettenetesen le van butítva az irányítás, a grafika oké, nem ezzel van a baj, hanem rettenetesen unalmas a gameplay, és az az 5 perc is sok volt belőle, amit játszottam a demójával. Szóval, ahogy Freddy mondta annak idején, szóval ne játszátok. Ne játszátok. Ne játszátok. Ne játszátok. Ez volt az első pálya. Majd engedjük, hogy a kamera meddig bírja. A piszkos sivatag, a poros sivatag. Ez most nagyjából 30 percet lesz képes felvenni. 30 perc elég lesz, mert ez a pálya a leghosszabb az Aquatic Base mellett, és mivel nem tagban játszunk, ezért bőven elég lesz. Mert nem kell egymásra várnunk, nem kell kétségbe esetlen odafigyelnünk arra, hogy úristen, meg nem olyan, mert elfogy az élet, hanem most csak menni kell. És szétverni egymást. Akár azt is, de az túl sok időt vesz igénybe. Sajnálom rá az energiát. Úgy érzem, ez a játék szar, nem tudom irányítani, fúj! Ez a játék, ne! Meghaltál, ez a játék hibája. Kezdem. Véletlenül sem a te tapasztalatlanságod. Nézzétek meg, mennyire pocsék vagyok benne, szar! Figyelj csak, kezdem azt hinni, hogy a Sonic Lost World tervezésekből visszanyúltak a Sonic 06-hoz. És pont ez a pályához, mégpedig az elejéhez. Ja igen, a Sonic Lost World teljes egészében ennek a pályának az első 30 másodperce. Láthatod, hogy mennyire eredeti a játék koncepciója. Fogták a Dusty Desert egyik Shadows per, azt hiszem, hogy Felix Sonicos, csak Shadows szekciójának a kezdetét, és annyi az egész játék. Gratulálunk, Sega! Congratulations! Ja, and quality management forever. The Evilest Trigger, nem leszünk Silverrel, mert ő túl lassú, és ha valaki Silverrel van, akkor nagyon otthon kell lennie, és kívülről vágnia az egész pályát ahhoz, hogy képes legyen legyőzni a másikat, vagy csalnia kell, megfognia a másikat. Úgy utálom ezt a részt. Miért? Melyiket? Ezt a homok. Ez csak akkor problémás, hogyha limitált életmennyiséged van, de hát itt multi van, tök mindegy. Yeah. A vicces az, hogy azon én is keresztül mentem azonnal. Bár ehhez lehet, hogy köze van annak, hogy a 06-nak a pályastruktúráját kívülről vágom, és miközben ezt pofázom, éppen meghalok. Jaj, megint el fog vinni ezt. Figyelj, nem tudom, nekem nincs ezzel problémám, tehát amikor éppen nem jön, akkor ugrom egyet, és kész. De mi az, hogy a... Mi az? A homokhullám keresztül visz a kollúzión. Figyelj, ez a 06, itt nincsenek lehetetlenek, sem véletlenek. És... Közben pofázok, nem figyelek. Amúgy nem szoktam ilyen mélyen lenni itt. Csak alkalmanként, tagmódban. Ne! What was that? Nem angolul készítjük a játékmenetet, de azért ezt elnézni kell most egészen kivételesen. What? Szóval majd a nyelv folyamán biztosan lesz még Secret Rings és Mario és Sonic a londoni olimpián játékmenet is. Itt van, aha. De még nem lesz, mert Itlózius még nem játszott a multiával, ahogy én sem annyit, csak alkalmanként. Ezek a két játéknak a multiával, és nem akarunk élőben bénázni az első alkalmával. Úgyhogy az majd később lesz, de hát most a 06 is bőven elég, mert az összes pályát így fogjuk vinni, csak hogy előre bocsássam itt a később érkező content. Nagyon béna vagyok. Nagyon béna vagy. És vagyok sokkal jobb, mert egyfutában pofázok és próbálok értelmesen pofázni. Ez az. Miközben játszani is próbálok. Szerencsére, mivel már évek óta játszom ezzel a játékkal, és kívülről vágom. Rengeteget játszottam ezzel a játékkal. Na végre túljutottam az első részen. Mindig pofázok, de nyugodtan. De nem azért mondtam, hogy ne pofázz nyugodtan. Ketten is pofázhatunk egyszerre, a lényeg, hogy pofázunk. Of course. Így is értelmesebb dolgokról beszélünk, mint a facecam-esek 99,9. Á, igen. Szóval... Ja, bocsánat, elfelejtettem. Áááá, ott egy szörny! Yeah! Azt hiszem, hogy minden ellenséget ki kell nyírni, és akkor nyílik ki az ajtó. Ha jól emlékszem. Látlak, megvagy! Van valahogy még ellenség, lennie kell. Azt hiszem, hogy van egy felső emelet, és pont azt hagytuk ki. Ja. Tehát ott annak a résznek, ennek az udvarnak azon a részén, ahonnan jöttünk, yeah. Ott van egy felső emelet, és ahhoz innen tudunk eljutni. Tehát itt ez az, csak a rugó nem oda-vissza, hová kéne. Még egyszer.
Yes. Ez az a hely. Ezeket kinyírom, akkor nézzék, belevisz az aljába. Igen, az azért van, mert a nekifutásból mész neki a rugónak, akkor a momentumodat, a nekifutás momentumát is tovább viszi, és elcsúszik a momentumod, amivel a rugó fölvisz. Ugyanez a baj van Kingdom Verinek az elején is, ahol nem szabad a rugó előtt a sinen, miközben a sinen mész, és eléred a rugót, nem szabad előtte gyorsítani a grindolásodat, mert akkor a rugó túllő téged, mert ennyire, hát igen, részlet gazdag a fizika, hogyha gyorsítod a sebességedet, akkor a scriptelt rugó nem fog odavinni, ahová alapból kéne neki, hanem mivel megnőtt a sebességed és a löketed, ezért messzebbre visz. Tehát tényleg nagyon klassz ennek a játéknak a fizikai motorja, lehet túl klassz. Most, hogy mondod, nem is tudom, mi lett volna, talán be is sikerül fejezni a fejlesztőt. Hát figyelj, ha ezt a játékot sikerült volna befejezniük, akkor olyan lett volna, mint a Legend of Spyro trilógia, amivel majd fog érkezni videó, mivel valószínűleg ezt a videót még azelőtt fogom feltölteni, hogy azt a másik videót befejeztem, és ezzel elszpoilereztem egy érkező videót, de nem baj. Nem tudom, hol vagyok. Yes! De gyűjt szereztem, szóval nem estem kétségbe. Tudom, hogy nem tudok egyszerre én is játszani, pofátni saját dolgaimról, és még téged is irányítani. Persze, én értem megjött. Körbe-körbe mész legalább? Nem lesz nehéz akkor nyernem ezek szerint. Tűnik. Igen, visszafelé mész. Yeah! Nem ismerem ezt a pályát, Nem! Akkor nyírt ki magad, mert én most érintettem egy checkpointot. Alig várom, hogy ez a Unity-s Sonic the Hedgehog remake kijöjjön. Ja, igen, és yes! Wow, no! 06-nak a Unity-s remake-je. Legalább kinyírtad magad? Nein. Valamiért eltűntek a ellenfelek maguktól, szerintem nem te káosz spírezted le, most visszafelé kell menni az út, ahonnan jöttünk. Szerinted milyen lesz a... Hát szerintem olyan lesz, mint a sima játék. Az Iblis Trigger például majd az Iblis Trigger? Ő Sonic, tudod? Nem, az izé a... Az Iblisre gondolsz magára? Iblis Trigger, ez a Sonicnak az álneve a jövőben. Nem, igazából... Aki elindította Iblis, aki kiszabadította Iblis. Ja, mármint az indító, ja, oké, tényleg. Az Iblis Trigger, az Iblis ravasz. Ja. Az ördög ravasza. Ördög ravasza. Kis pervers megnevezés, az ördög ravasza. Igen. Gondolom, ide nem kell szilver, persze. Ezt ideje meghúzni a ravasz, jól van. Ajaj, ja, ez már a legvége. Szóval mi? Vajon, nem is tudom, talán még jobban is nézett ki az a játék azon a grafikai motoron, mint a... Hát figyelj, reméljük, hogy lesz belőle valami, és nem az lesz majd, hogy csinált egy nagyon-nagyon tetszetős tech demót, de soha nem adja ki semmilyen formában sem. Mert nem fejeztem be, és nem akarom kiadni. Remélem, hogy be fogják fejezni, ezt be kell fejezni. Ne járjon már, hogy mit az Sonic the Hedgehog kézzel. Fun fact megjegyzés, taktikai tanács, stb. Hogyha annak a kibe mászkáló padló darabnak a szélére álltak a szegélyére, akkor tök mindegy, hogy nem kell megvárnotok, hogy előjöjjön, hanem csak simán oda kell menni, és ráállni a szegélyre. Tehát, hogyha ráálltok így a szegélyre, így, mondom így, de most nem működik, szóval elfutok innen, mint a franc, így, pontosan, akkor tök mindegy, hogy kint van-e vagy nincs. Mármint így gondoltad. Igen, meg is mutattam egyszer. Yes. Oké, ez volt a játék legnehezebb része, része, és miközben pofázok rohanok vakon előre, mert a szemem kikapcsol, miközben a szám beszél. A szemem kikapcsol, jó. Spyro Guy copyright, és még mindig nincs vége a pályának, ez furcsa. Tehát akkor itt lenne vége. Jó hosszú ez a pálya. Soha nem lesz vége, már 14 percnél, de soha nem lesz vége. Mennyi ideig tudsz egyszerre felvenni? Fél óráig? Durván 28 perc. Jó, akkor még bele fog férni egy-két későbbi pálya, mert azok nem olyan hosszúak, mint ez az egyik leghosszabb pálya. Talán akkor tigvéz egy kicsit hosszabb, de ez tudni... Már megint egy csöves rész. Ja, ez a Sonic... ez a Sonic Lost World, hölgyeim és uraim. Ez itt, amit itt láttok. Ez a Sonic Lost World egésze. Ez itt. Megspékelve, felspékelve egy-két gagyi, szendvicses boss harccal. Meg azzal a zöld izével, akiről már a játék megjelenése után 24 órával csak Rule 34-es tudtok jöttek ki, ennyi értelem ott annak a sekélyes karakternek. Szóval mit akartál mondani? Nem akarom tőled elvenni. Amint ezen a részen végigmentünk, ki is vittünk háromszor egymás után a Sonic Lost World-ot. A demóját legközelebb, legalább.
Nem, magát a játékot. Ezek, a Sonic of Earth nem tudom, hogy milyen hosszú amúgy, mert soha nem néztem róla a gameplay-eket, tehát csak a cutscene-eket néztem. Én néztem belőle egy kevés gameplay-t, de valakul. Mennyire hosszú akkor? Valamennyire érdekelt, hát... Van benne jó pár pálya. De akkor meg nem, akkor nem rövidítenek a kijelentések, akkor sok értelme nem volt. Nem egy, nem mondjuk a szegényes játékmechanizmusról beszélek. Hát, hát az ember megunja, mielőtt befejezik? Körülbelül igen. Ez egész egy automatizált font. Hát igen, az első pálya alapján, ami egyáltalán nem nyugodott le, pedig le kéne neki, mint például mondjuk az A4 demójának, nem lenne szabad annak a következtetésnek lejönnie, hogy ez egy baromi unalmas játék. Tehát ez nem egy jó következtetés egy demóról. Egy demónak le kell nyűgözni, a demónak fel kell keltenie az érdeklődést. Metal Gear Rising Revengers-t is azért vettem meg, mert itt van ez a játék, a Metal Gear-re soha nem játszottam, valaki próbálom a demóját. Baromi jó volt a demó, akkor biztos, hogy megveszem, és meg is vettem. Az demó után vetted meg? Ez, igen. Demo után vettem meg. Kipróbáltam, random itt ez a furcsa sávó, aki kaszabol, mint a Dante a Devil May Cry 4-ben, hack and slash, biztos érdekes. Ott volt a zene a demóban, ott volt a gameplay a demóban, és meggyőzött. Tehát egy demónak meg kell győzni az embert, és hogyha a Sonic Lost World-nek a demója szar, unalmas, pocsék, akkor a játék is az, sajnálom. Hát... Amint nem lepődök meg. Tényleg, amúgy... Na... Nem is értem, hogy... Mit célból kezdtek vele ebbe a butítós lázba a... Azért, mert azt hiszik, hogy a Sonic játékokkal csak pelenkások játszanak, óvodások, és nekik butítani kell a játékot, de könyörgöm én ezzel a játékkal, Sonic 06, amely 14 évesen kezdtem el először játszani, és teljes mértékben megszoktam. Mondjuk én 8 évesen Return to Castle Wolfensteinnel játszottam. 8 évesen, mondom, 8 évesen. Nem lehet azt, hogy direkt a fejlődő generációnak, tehát a fejlődő fiatal generációnak lebutítjuk a játékot, hogy még véletlenül se fogalmazódjon meg az agyában az, hogy nekem fejlesztenem kell a képességeimet ahhoz, hogy jobban tudjak ezzel a játékkal bánni. Nem, direkt lebutítjuk neki. Ez olyan, hogyha 30 évesen nem lenne valaki szobatiszta, és pelenkába szarna, csak azért, mert a pelenkagyártók azt mondják, hogy jaj, nem kell megtanulni a WC-be szarni, majd csinálunk felnőtt pelenkát, teljesen felnőtt embernek, és akkor majd ő el lesz azzal, nem kell megtanulni. Na, pont ez a véleményem a casual játékokról is. Hát az oké, hogyha valami van egy ilyen, tudom én, indie játék, és casual a játék, mert a játékmenetet így találták ki, de hogyha egy korábban tapasztalatra, és olyan játék, még egyszer, kutsunk meg ilyennek a mondatnak, tehát ha van egy játék széria, ami arra alapoz, kezdetektől fogva, hogy neked meg kell tanulnod a játékot, meg kell ismerned a fizikáját, hogy reagálnak az ellenfeleket, mit kell csinálnod a pályákban, meg kell tanulnod a pálya kinézetet. Ha egy ilyen tanulásra asszociáló játékot hirtelen minden előzmény nélkül elkezdenek lebutítani, csak azért, hogy egy bizonyos más rétegnek is tetszen, ezzel azonban elidegenítik az eredeti réteget maguktól, ez csak rosszul sülhet el, és pont ez volt a helyzet a Sonic Lost World-ben. Én ezt a játékot az életemben nem fogom kivinni, és szerintem a büdös életben nem fogok vele újra játszani, még a demójával sem, mert az 5 perc, amit játszottam vele, elég volt ahhoz, hogy meggyőzzen arról, hogy ez egy... Nekem, aki az adventure játékokon és ezen a játékon nőtt fel, szar. Én hát, ezt a játékot szeretem, tehát mondjon bárki bármit, én 06-ot imádom, és ezt semmi nem változtathatja meg. Jó, akkor hát mondjuk a játékmechanikára visszatérve, ha ezt a játékot megnézed úgy, hogy nem fejezték be, úgyis elég jó, és mondjuk ilyen apróságok is vannak benne, mondjuk ha túl gyorsan mész neki például tárgyaknak, vagy akár csak a pálya bármelyik részének, el is esel, és fel kell állnod, hogy tovább mehess, szóval... Hát ez egy kicsit hülyén néz ki, hogy Sonic így elbukdácsol, de egyetértek, mert az végében néznek, hogy helyben tovább sétálnak a fal felé, hát igen, ahogy azt más játékokban csinálja. Hát mondjuk, csinálja. Most mondtunk ellen magunknak például. Miért? Nézd el, mit csinálok. Ja, igen. Na, egy másik falnál nem csináltak. Jó, bocsánat. Igen. Bár mondjuk, jó van. Spyro-gájtak előtte saját magát, nem baj. Jó van, mondjuk valahol például a Crysis City-ben van egy ilyen rész, ahol egy ferde részen lefelé vezetik. Az a lényeg, hogy valannyire azért erősen realisztikus a fizika, akkor is, hogyha néha csinál hülyeséget. Tehát annyira próbálták ezt a baromi realisztikus fizikát visszaadni, hogy
nem tudták, gondolom, rendesen befejezni a fizikai motort. Én arra gondolok, hogy ez itt nagyon klassz, meg minden, hogy megrugom. Igen, tehát erre gondolok, megrugom, és akkor széttörik nagyon királyul. De helyett inkább így elrepül, mintha hirtelen belelőttek volna, nem is tudom, 100 000 tonna nitró. Nem az idő robbanószerre gondolsz? Hirtelen rakétahajtóművet kapott volna a szikla. Ja, igen. Nekem nagyon tetszik az animáció, ami nem is animáció, hanem real-time a doboz darabjai szétesnek a földön. Mondjuk, nagyon tetszenek ezek a kis apróságok, csak hát így lett volna befejezni sajnos. Mondjuk az animációról, ha már animációról beszélünk, a karakterek tüskéjének a mozgása, ahogy reagál. Szerintem most azért tűnik el amúgy, mert multiban a memória spórolás végett. Nagyon kicsi a draw distance is, tehát itt vagyok előtte, és akkor jött csak elő a doboz, amikor legjobb, amikor egészen közel voltam hozzá. Tehát single-ben van csak benne. Nem tudom miért szarakolok az ellenségekkel, mert bennem ott van ez az ösztön, hogy minden szét kell törnöm ahhoz, hogy esrangot kapjak, és pont ez az, amit a Lost World brutálisan szarul csinál, ugyanis ott nincsen rangrendszer. Kapsz pontokat, megszámolja a pontjaidat, megszámolja a játék a pontjaidat, de utána nem történik semmi, nem ad rankot, meg semmilyen jutalmat. Jaj, nagyon ügyes vagy, csináltál valamit, hülye gyerek, örülnek annak. De nem ad pontokat, semmit. A Lost World az még egy Generation, ezért is rosszabb. A Generationsnek annyi volt az egész baja, hogy nem volt rendesen végig gondolva, nem volt története, és nagyon túl könnyű volt. 22 percnél tartunk, még egy pálya biztosan belefér. Igen. De hogyha nem is, akkor az összeset egy lélegzetvétellel fogjuk megcsinálni, legfeljebb két videóban vagy többen lesz feltöltve. A Crysis City az belefér pont. Na most befejezve a legutóbbi megkezdett mondatot. Generations, maradj életben, és srankot kapsz. Igen, ha nem halsz meg egyszer sem, és normális időn belül megcsinálod a pályát, itt tudom én, van egy target time, azt hiszem, de valami nevetségesen sok, és hogyha azon belül megcsinálod, és nem halsz meg egyszer sem a pálya közben, akkor automatikusan srankot kapsz. Tehát ez nevetséges. Ez olyan, mintha érdemrendet kapnék azért, mert a pisztolyába bele tudok célozni. Egyszer sem húgyozok félre. Tehát bocsánat, a kicsit közönséges és hétköznapiasabb példákért, de hát ez van. Nem 11 évesek vagyunk, hanem 21, legalábbis én. De a helyzet az, hogy ja, rettenetesen unalmas a könnyűségénél fogva, és semmi kihívás nincsen benne. Ezen az útvonalon pedig még a közös életben nem mentem, mindig a falon mentem volna. Minden nap lát az ember új dolgokat, ezt nem tudom, hogy csináltam, de nem baj. Nagyon szeretem Crysis Cityt, nagyon tetszik a dizájnja, és örülök neki, hogy a Generationsbe visszahozták, ez egy nagyon jó ötlet volt. Még ha kánon és történetiség szempontjából semmi értelme nincs is, de ez az utolsó dolog, ami érdekelt el. Az ehhez hasonló ötletekből kéne több, hogy nem érdekel, ne érdekeljen senkit azt, hogy nyisz! Nem tudom, hogy pontosan hol fejeződött fel a mondat, úgyhogy elmondom még egyszer. Welcome back, ez egy videóban lesz. Szóval a Crysis City ötletében, Crysis City koncepciójában azt szeretem nagyon, hogy nem érdekelte a készítőket az a Generationsben, ez az egyik egyetlen dolog, ami a Generationsben ilyen jól elsült, hogy nem érdekelte őket az, hogy kánon szempontjából helyén van-e a dolog vagy nem, hanem beletették, mert jól néz ki, és ebből az ötletből kéne több. Beleteszik, mert szerintük az klasszul mutat, és ne az legyen az alapkoncepció, hogy jaj, hát ennek nem örülnének, jaj, hogy hát ez nem fog tetszeni bizonyos fanoknak, nem, abból kell kiindulni, hogy mi néz ki jól. Black Knight is azért lett klassz játék szerintem, mert valami újat próbált ki. Sonic királyon néz ki karddal hadonászás közben, és amikor ugrik, és közben elkezdi az ugrás közben történő összegömbölyödés közben a kardot is lóbálni, magával együtt, mint egyfajta hát kisebb láncfűrész, az hihetetlen állat. Az ehhez hasonló ötletekből kell több. Abból kell kiindulniuk, hogy mi az, ami klassz és mi, nem abból, hogy mi az, ami logikus, észszerű, és nem szabad saját maguktól nem szabad a saját maguk miatt szégyenkezniük. Tehát most láttam, hogy ez a felfogás kezd a Sonic játékokban elterjedni, hogy jaj, hát ez egy beszélő állat, ez olyan butus, és hogy ennek nem szabad értelmesnek és komolynak, és nem szabad magát komolyan vennie.
Már ez véletlenül sem, ez egy buta állat, és ez egy ilyen hülye rajzfilm figuraszerűség. Ne szóljon komoly dologról, mert az hülye lenne, és kiröhögnének minket a csúnya emberek. Nem erről szabad, nem szabad erről szólni. Hát ennyi erővel akkor, nem is tudom, a Scooby-Doo franchise felesen létezne. Na, mert a közelmúltban, 90-es évek vége óta rengetegszer fordult elő az, hogy ilyen keményebb, horrorisztikusabb dolgokról szóltak a Scooby-Doo egész estés filmek, és közben ezt a versenyt elvesztettem, de nem baj. Mégsem játszották el azt, hogy jaj, ne állt, ez egy beszélő kutya, és hogy nem szabad komolynak lennie. Ez egy nevetséges hozzáállás. Tehát akkor ennyi erővel a Samurai Jacknek is komolytalannak kéne lennie, meg Kakipisinek, mert jaj, hát ott egy szamuráj harcol egy darab fekete pasznival, egy megsütött kóla darabbal, mert fekete tud ki az aku. Akkor jaj.